gazdasági hírműsorunkat, a Mérleget látják, köszöntöm nézőinket. Rövid híreinket követően vendégünk lesz Éválné dr. Kamarás Zsófia, az APEC Baranya megyei igazgatóságának adóbevallási osztályvezetője. Vele a május 31-i határidővel benyújtott társasági adóbevallásokkal kapcsolatos tapasztalatokról beszélgetünk. Hírműsorunk után értéktőzsdei információkat hallhatnak. A Mecsek Füszért részvénytársaság ebben az évben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. A cég 7 megyében forgalmaz élelmiszereket és vegyi árukat. Árbevétele ebben az évben várhatóan meghaladja 16 milliárd forintot, dolgozói létszáma a 800 főt. A Pécsi Logisztikai Központ korszerűsítése, amely a közelmúltban fejeződött be, 200 millió forintba került. Az intelligens kártyák alkalmazásáról tartanak előadásokat és kerekasztal beszélgetést holnap a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. A rendezvényen többek között szó lesz az Európai Unió adatvédelmi szabályozásáról, az elektronikus dokumentumok hitelességéről, a biometrikus azonosításáról, valamint az intelligens kártyarendszerek önkormányzati egészségügyi és multifunkcionális alkalmazásáról. Május 31-én volt a társasági adóbevallások benyújtási határideje. Most már a feldolgozás tapasztalatairól is beszélgethetünk. Stúdiónk vendége Éválné dr. Kamarás Zsófia, az APEC Baranya megyei igazgatóságának adóbevallási osztályvezetője. Szeretettel köszöntöm. Hány bevallás érkezett eddig, mit lehet erről mondani most, és az erre kötelezettek hány százaléka küldte be? Körülbelül 10 000 társasági adóbevallás érkezett be a mai napig, illetve a határidőig. Ez az általunk várt bevallásoknak mintegy 85-86 százaléka, és már most mondanám, hogy a bevallások bevallási aránya körülbelül megegyezik az előző évek tapasztalataival. Melyek a tipikus hibák, amik előfordulnak? Hát a társasági adóbevallásoknál nehezen tudnék tipikus hibát mondani, ezek a legbonyolultabb bevallások, ezeknek a hiba aránya szokott a legmagasabb lenni, adott esetben a 80%-ot is megközelíti, ezek apróbb hibák, a legtipikusabb dolog, ha valaki nem írja alá az adóbevallását. Mi történik a hiba felfedezése esetén? Sok-sok munkát jelent ez elsősorban nekünk, mert a bevallások adattartalmának a felrögzítése után azok az ellenőrző programok lefutnak, amelyek egyébként az adózók rendelkezésére is állnak a bevallások hátlapjain, és akkor megpróbáljuk az esetek túlnyomó többségében az adózók nélkül ezeket az összefüggés hibákat kijavítani. Abban az esetben, ha nem boldogulunk el az adózó által közölt adatok segítségével, akkor természetesen levélbe értesítjük, vagy telefonon az adózót, és együttesen fogjuk kijavítani a hibát. Maradva még egy kicsit a hibakeresésnél, melyek azok az idei évben bevezetett módosítások, újdonságok, amelyek a legtöbb problémát okozták? Hát igen, úgy gondolom, hogy erről beszélnünk kellene. 1998. június 16-án a cégbejegyzésekkel kapcsolatban új törvényi szabályok jelentek meg, ezek az adózás rendjéről szóló törvényt is módosították. Bizony nem igazán tudják még teljes körűen az adózók, és sokszor sajnos a könyvelők sem, hogy az átmeneti időre a bejegyzésig létrejövő előtársaságnak önálló társasági adóbevallást kell adnia, tehát azok a szervezetek, amelyek ezt követően jöttek létre, és 1998. december 31-ig a cégbíróságon bejegyzést nyertek, 2 darab társasági adóbevallást kell adniuk. Na hát ez a legtipikusabb hiba, hogy ezt általában nem tudják, és ezt a két időszakot összevonják az adózók. Az alapítványokra, non-profit szervezetekre vonatkozóan is történtek változások, módosítások. Mennyire vették ezt figyelembe az érintettek? Egész pontos adatot még nem tudunk ezzel kapcsolatban mondani. Valóban a törvénymódosítás következtében 1998. január 1-től ezek a szervezetek, én gyűjtőfogalomként társadalmi szervezetnek nevezném őket, a társasági adó alanyaival váltak. Ez azt jelentette, hogy február 15-én az éves úgynevezett hármas bevallásukban egy nyilatkozatot kellett volna tenniük arról, hogy az elmúlt évben nem volt társasági adóköteles bevételük, illetve jövedelmük, vagyis nincs társasági adó fizetési vagy bevallási kötelezettségük. Ebben a körben szeretném felhívni ezeknek a szervezeteknek a figyelmét, hogy vagy ha elmulasztották ezt a nyilatkozatot a másik bevalláson, társasági adóbevallást kellett adniuk május 31-én,
vagy pedig, ha csak valóban a nyilatkozatot mulasztották el, vagyis nem volt társasági adóköteles tevékenységük, akkor tekintettel az idei első évre, hogy ez még nem volt, az adóhatóság lehetőséget ad ezeknek a szervezeteknek, hogy akár egy hozzánk írt levélben, de nagyon gyorsan, nagyon sürgősen ezt a nyilatkozatot pótolják, és akkor ezt a pótlólagosan megtett nyilatkozatot mi elfogadjuk hatályos társasági adónyilatkozatként. Érdemes erre odafigyelni, tehát az alapítványok, illetve non-profit szervezetek, akik még nem nyilatkoztak, mindezt megtehetik az APEC Baranya megyei szervezeténél is, tehát Pécsett, akár egy hozzájuk önökhöz intézett levélben is. Igen, ahol feltétlen írják föl az adószámukat, mert ez az ő személyi azonosítójuk. Köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves nézőink, a Mérleg új kiadásával, friss hírekkel a déli hírórában jelentkezünk. A műsorral kapcsolatos észrevételeiket a képernyőn látható címre várjuk. Most kérem tekintsék meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara aktuális információit, és ha kíváncsiak a friss tőzsdehírekre, akkor maradjanak velünk a Mérleg után is. Jó reggelt, köszöntöm a nézőket! 6543 ponton, 18 pont pluszban zárt tegnap a budapesti börze. 8,4 milliárdos gyenge forgalom mellett. A blue chipek közül emelkedett a Richter, a TVK és a Matáv. Eséssel fejezte be a napot viszont a MOL, amely 6000 alatti értéken zárt 5995-ön, és az OTP árfolyama is csökkent 10470-re. Nap elején magasabb árakkal indult a kereskedés, majd a kifulladni látszó vételi oldal miatt enyhe napközbeni esés jellemezte a piacot. Még mindig bizonytalanok a befektetők a magyar makrogazdasági adatok miatt. Most például a Deutsche Bank legutolsó elemzésében gyors fiskális kiigazítás sürget az inflációra nehezedő nyomás kivédése érdekében. Egy londoni elemzői csoport pedig minden eddiginél alacsonyabb 3%-os GDP előrejelzést tett közé Magyarországról, amit a koszovai válság hatásával magyaráz. Pozitívan zártak a főbb európai tőzsdék. Azonban a FTSE közel 1%-ot, Párizsban a KEK is, a DAX pedig 2,5%-et. Esett viszont Amerikában a Dow 0,4%-ot. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes napot kívánok!